Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ezen a mai alkalmon megjelent, és engedjék meg nekem, hogy külön nagy tisztelettel köszöntsem Huber Ferenc polgármester urat, aki 20 évig irányította ennek a településnek az életét. Engedjék meg, hogy köszöntsem Bordás Péter plébános atyát. Igen, ott látom a teremben. Nagyon-nagyon örülünk, hogy ő is részt vesz ezen az eseményen. Engedjék meg, hogy Őrsi Juliannát is köszöntsem, néprajzkutatót, aki szintén megtisztel bennünket a jelenléttel. A képviselő testület tagjai közül Magyar Lászlónét, Hermann Józsefet köszöntöm, és Molnár Barnát, mint az intézmény vezetőjét, és az Oktatás és Kulturális Bizottság vezetőjét, aki megnyitja ezt a rendezvényt és köszönti Önöket. És természetesen a legnagyobb tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, akik megtiszteltek bennünket ezzel, hogy velünk tartanak ezen a délutánon, és bízom benne, hogy olyan ismereteket kapunk, ami mindenkinek maradandó lesz. És akkor felkérem Molnár Barnát, hogy köszöntse Önöket, nyissa meg rendezvényünket. Tisztelettel köszöntök mindenkit a Haza fogunk menni emlékkonferencián. Azzal szeretném megnyitni ezt az előadást, hogy amikor készítettünk egy interjút, akkor az egyik idős hölgy feltett nekem egy kérdést, hogy a mai nap könnyebben élni, vagy mint akkor, amikor történtek ezek az események. Ezt rakja fel magába mindenki ezt a kérdést, mert erre igazából abban a pillanatban nagyon elgondolkodtam, amikor a 20. század embere mennyi mindenem ment keresztül. Történt ezzel az eseménnyel is, amit most feldolgoztunk, és lehetőséget teremtett egy pályázat benne, hogy igazából, mintha ránk írták volna fegyvernekiek ezt az egészet, mert mindig azt szoktam mondani, hogy ami itt fegyver nekem nem történt meg, az szinte Magyarországon nem is létezik, mert nagyon sok mindent keresztül ment ez a település, és ennek a próbójában Ország László és Dr. Stark Tamás fog nekünk előadást tartani, és egy dokumentumfilmet szeretnénk elállni Önöknek, hogy itt tartunk még most a kutatásokban. Köszönjük meg tisztelő figyelmeket! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Gulág Emlékbizottság által hirdetett, elhallgatott történelem a Szovjetunióban hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve pályázat keretében már több rendhagyó történelemórát tartott a Fegyverneki Műveldési Ház és Könyvtár. A pályázat Szebeni Ilona Haza fogunk menni, kényszermunkán a Szovjetunióban című könyve nyomán kapta elnevezését. Ez az írás is részletesen ismerteti a fegyvernekről elhúzoltak kálváriáját. Ahogyan a nyílt történelemórákon a település lakosságának, úgy az Orczy Anna általános iskola 7.-8. osztályosainak az elmúlt év végén több alkalommal tartottunk interaktív foglalkozások keretén belül történelemórát, rendhagyó történelemórát, ahol a településnek ennek a nagyon szomorú eseményével ismerkedtek meg. Ennek a projektnek a részét képezték azok az újabb ismereteket feltáró kutatások, melyeket levéltári kutatások mellett helyi filmes dokumentum riportokkal, valamint a kutatásokat összegző helyismereti kiadvánnyal egészítettünk ki. A túlélők, hozzátartozók felkeresésével egy teljes dokumentumfilm is készülni fog. A programsorozat ugye ma éri el a csúcspontját, hiszen ma van 2017. január 6-án az a szomorú évforduló, ami alkalmat ad arra, hogy ezt bemutassuk Önöknek, azt a helyzetet, ahogyan most állunk, és ahol most tartunk a kutatásokban. A mai napot ismertetném Önökkel, és természetesen nem felejtve el azt a két embert, akit most a legfontosabb lesz számunkra, hiszen, ahogyan igazgató úr is elmondta, két előadást hallhatunk. Az első előadás címe Civilek elhurcolása Magyarországról a Szovjetunióba, és ő Stark Tamás tartja, aki a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, és ő itt ül kint várva, hogy előadhassa ezt a nagyon örülünk, hogy ő ellátogatott hozzánk, hiszen ő a magyarországi általános
állapotokról fog egy előadást tartani, és itt ő mellett az a fiatal kollega, akire nagyon büszkék vagyunk, hiszen Herman József kollégámmal ők voltak azok, akik ezt a helytörténeti kutatást véghez vitték, Ország László helytörténész és a Becsényi Miklós Gimnázium történelemföldrajz szakos tanára. Két előadás után részleteket láthatnak a készülő dokumentumfilmből, majd pedig egy kis kötetlen beszélgetés és állófogadásra hívjuk Önöket itt kint az előtérben. Itt ugye meg lehet keresni mindazokat, akik a filmben szerepelnek, és esetleg újabb információkat, újabb adatokat is meghallhatunk, meghallgathatunk. Én átadom akkor a szót Start Tamásnak, és aztán majd Ország Lászlónak, de mielőtt ez megtörténik, engedjék meg, hogy felkonferáljak egy ifjú hölgyet, akit én már hallottam verset mondani, és nagyon megérintett, és most egy olyan verset ad elő, ami Novi Donbászban készült, Szovjetunióban íródott, és az az érdekessége, hogy az az Ollérika mondja el, akinek a dédanyja is ennyi idős volt, mint most ő, elhurcolásakor ennyi idős volt, és azt gondolom, hogy ez a személyes élmény még szebbé teszi ezt a verset. Jelenik a hallgasson. Anyám, ha látnád, Novi Donbász, 1946. Szerző, Tiszai Gyula, Tarcal. A hajam tövig le van vágva, kopasz fejemre hull a hó. Átok, s ima ráfagy a számra, és nincs a fájdalomra szó. Anyám, ha látnád rabruhámat, nem tartja össze, csak a folt. Jobban él otthon, aki gyilkolt, áruló volt, csalt és rabolt. Testemet feltöri a deszka, bőrömet marja a rovar. Tető, poloska és rühatka válj belém karmaival. A bánya mélyén, lenn a sárban, naponta megmártom magam, sebzett térdemen csúszva mászva, s hátamra hideg víz zuhan. Itt-ott véremtől piroslik a szén, a fekete arany. Anyám, ha látnád szöges drót mögött éjjel-nappal, géppisztolyosok és szuronyok kísérnek a munkába járva, a lábaimra drótozott kapcám, kalucsném, csupajuk. Kinn a földeken, mint az állat, húzzuk az ekét, a boronát. És ha nem elég mély a szántás, ostornyomát érzi a hát. Öreg orosz sír, kis magyarkák, barázdált arca csupa könny. Szegény magyarkák, hát van Isten? Hajcsáruk néz, merő közöny. Nem tudja, hogy félrevezették, s nem vagyunk ellenségei. Apja vagy testvére halálát úgy véli, rajtunk leveri. Anyám, ha látnád, mezít lábkoldul a te lányod egy-két krumplit, kenyérhajat. Kásájából az oroszaszton kanálnyit tenyerembe ad. És tányérjából, szánakozva, társaimmal is harmatol. A fiatalán épp ott nyugszik a falu szélén, valahol. Anyám, a hajam ki fog nőni, szénpor nem ül majd arcomon, de többé nem leszek a régi, bár lesz ételem, italom. Tört hitemmel szabadon járok, újra a magyar ég alatt, de lelkem holtig rab marad. És akkor hallgassuk Star Tamást, civilek elutazása Magyarországról a Szovjetunióban az idő. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek. A magyarok szovjetunióbeli fogságával régóta foglalkozom, hát tulajdonképpen nagyon régóta, mert hát a 80-as évek közepe óta, tehát nem csak ez az egyetlen egy kutatási területen.
van jó néhány más is, de valóban 80-as évek közepe óta azért ez a kutatás, azért ez mindenképpen a munkámnak azért egy ilyen központi részét képezi, ami azt is jelenti, hogy volt alkalmam találkozni nagyon sok olyan emberrel, aki megjárta a Szovjetuniót, nagyon sok szemtanúval volt alkalmam beszélni, interjúkat készíthettem velük, és hát nem csak szakmai szempontból voltak fontosak ezek a beszélgetések, sokat lehetett tanulni ezektől az emberektől, akik hát éveket töltöttek el a Szovjetunióban, de olyanokkal is beszéltem, akik nem egyszerűen éveket, hanem akik 10 évet, vagy több mint 10 évet voltak kint. Hát már nagyon kevesen vannak közöttünk, sajnos. Nem lehet tudni azt egészen pontosan, nem csak egészen pontosan, pontosan nem lehet tudni azt, hogy valójában hány embert is érint ez a fogoly sors. Én itt látom, szemben ott van egy szám, 700 ezer, ami ezen a gyönyörű műalkotáson olvasható, de szóval az a helyzet, hogy nem lehet tudni, hogy hány magyar ember kerül szovjet fogságba. Én magam a 600 ezerre számot szoktam mondani, én szerintem ez nagyjából ez egy jó szám, de hát lehet ennél magasabb számokkal is találkozni. Úgy gondolom, hogy magasabb számoknak is van létjogosultsága, de én azért is gondolom a 600 ezeret elég jó adatnak, vagy jó számnak, mert ez egyrészt a Központi Statisztikai Hivatalnak az adata, ami 1946-ban keletkezett, akkor a részben a Külügyminisztérium hadifogói osztálya, a Honvédelmi Minisztérium veszteségi osztálya, és sok más hivatal, illetve intézménynek a közös munkája folyamán kerekedett ki ez a 600 ezeres szám. De a szovjet adatok, amik hát 88-89 óta többé-kevésbé hozzáférhetőek, ezek is minthogyha ezt támasztanák alá. Hozzá kell tenni, hogy a szovjet adatok is elég ellenmondásosak, mert vannak 490 ezeres szám is, 500 ezer, 510 ezer. A magyar foglyokra vonatkozó legmagasabb szovjet adat az 540 ezeres szám. De itt figyelembe kell venni, hogy a szovjetek nem regisztrálták azokat, akik útközben, a kiszállítás közben meghaltak, nem regisztrálták azokat, akik a magyarországi gyűjtőtáborban elhunytak, vagy akár a romániai tranzittáborokban haltak meg. Tehát, hogyha ők a Szovjetunióban 540 ezer magyar foglyot regisztráltak, akkor figyelembe véve az elhunytaknak a számát, akkor valóban ehhez az 540 ezerhez jó néhány tízezeret hozzá kell tenni, egészen biztosan. És megjegyzem azt is, hogy ez a szám, ez a 600 ezeres szám, amit én mondani szoktam, amit én hitelesnek tartok, hogy ez nem az ország jelenlegi területére vonatkozik, hanem az 1941-es területre, vagy ha úgy tetszik, 44-es területre, tehát a második világháborús ország területre vonatkozik. Nagyon sokáig, hogyha szakirodalom, történelmi szakirodalom érintőlegesen foglalkozott ezzel a kérdéssel, akkor a magyarok szovjet fogsága mindig úgy került elő, hogy ez hadifogság, hogy hadifoglyok voltak a Szovjetunióban. És annak idején is, a 45-ben, 46-ban, 47-ben, 48-ban, amikor ez a kérdés még nem volt tabu, akkor is a korabeli sajtóban is, és nem csak a sajtóban, hanem a magyar intézményhálózatban is úgy merült fel ez a fogság kérdés, hogy hadifogság. Nem véletlenül használták, és használják akár ma is sokan a hadifogság kifejezést, mert annak idején ezzel a kifejezéssel próbálták elfedni azt a tényt, hogy a katonákkal együtt nagyon sok civil is szovjet fogságba került. Azt azonban nem mondhatták, hogy civilek is szovjet fogságban vannak, azt nem mondhatták, hogy a foglyoknak jelentős része civil internált, ezért tehát mindenkit hadifogolynak tekintettek, és az egész történetre azt mondták, hogy valójában ez egy hadifogoly történet. Ugyanis ha hadifoglyokról beszélünk, akkor ugye felmerül,
felelősségnek a kérdése, és ha a hadifogoly történetről beszélünk, akkor ugye azt mondja, akkor ennek az az üzenete, hogy az ő sorsukért elsősorban azok a hatalmak a felelősek, amelyek a háborút kirobbantották, és akik a háborúban az agresszív oldalon voltak, tehát mindenképpen a náci Németország, vagy akár a magyar vezetés is, hisz a magyar döntés volt az, hogy 1941. június 26-án Magyarországi belé a Szovjetunió elleni háborúba. És a háborúnak természetes következménye az, hogy lesznek hadifoglyok. Az ő sorsuk iránt a felelősséget, tehát elsősorban ugye a háborút megindító hatalmak képviselik, de hogyha fogságról beszélünk, vagy kényszermunkáról beszélünk, akkor már más a felelősségnek a kérdése, mert az ő sorsukért már felelősséggel tartoznak a fogvatartó hatalmak is, elsősorban a Szovjetunió. És ezt a felelősséget próbálták elkenni a hadifogoly kifejezésnek, hadifogoly címkének az alkalmazásával. Kétségtelen, hogy a közel 600 ezer, vagy akár 600 ezeret meghaladó magyar fogoly létszámnak egy jelentős része, körülbelül a harmada, civilként került ki a Szovjetunióval. Miért volt rájuk szükség? És ez az egész hadifogoly kérdés miért lett olyan nagyon fontos? Egyrészt a magyar belpolitika számára, de a nemzetközi politikában is 1945 és 1955 között. Tudni kell azt, hogy ezt az egész fogoly kérdést megértsük, hogy a Szovjetunióban a szovjet gazdaság szempontjából a kényszermunka a gazdasági életnek egy fontos pillére volt. A Szovjetunióban a kényszermunkatáborok, a gulágtáborok léteznek már a 20-as évek elejétől kezdve, és tehát a gulágtáboroknak a munkája, a szovjet kényszermunkásoknak a munkája jelentősen hozzájárult a szovjet gazdasághoz. A Szovjetunió pedig a II. Világháborút, legalábbis az én kutatásaim szerint, egy lehetőségnek tekintette arra vonatkozóan, hogy a kényszermunkás seregeket kiegészítse, feltöltse külföldi rabokkal. Ezért 1939. szeptember közepétől kezdve, attól a naptól kezdve, hogy a Szovjetunió beszáll a világháborúba azzal, hogy a szovjet csapatok is megindulnak Lengyelország elfoglalására, attól a naptól kezdve létrejön egy új táborrendszer, a gulág táborrendszer mellett. Ez a táborrendszer a külföldiek gulágja, a külföldiek kényszermunkatáborrendszere, és ide viszik nem csak a lengyel hadifoglyokat, hanem ide visznek Lengyelországból már civil elhurcoltakat, de ide kerülnek civil elhurcoltak mindazokról a területekről, amelyeket a Szovjetunió elfoglalt 1939 és 1941 között. Tehát már 39 őszétől kezdve létrejönnek azok a kényszermunkatáborok, ahol már külföldi foglyok kerülnek. Ez annyira fontos volt a szovjet vezetésnek, hogy 1943-ban, akkor, amikor kidolgozzák a Szovjetunió jóvátételi igényeit, akkor itt a jóvátételi igények között külön hangsúlyosan szerepelt, hogy a Szovjetunió igényt tart a háború után a legyőzött országok munkaerejének egy részére. Tehát már 43-ban nyilvánvaló volt, hogy azokra a területekről, amelyeket a szovjet hadsereg fog felszabadítani, elfoglalni, ezekről a területekről a munkaképes korú lakosságnak egy részét a Szovjetunióba fogják vinni, alapvetően abból a célból, hogy az újjáépítésben vegyenek részt, a Szovjetunió hatalmas emberveszteséget szenvedett, részben az újjáépítésben vegyenek részt, de azért is, mert hogy maga a kényszermunka a szovjet gazdaságnak egy nagyon fontos pillére volt. Tehát akkor, amikor a szovjet hadsereg visszaérkezik Kelet-Közép-Európába 1944 késő nyarán, tulajdonképpen ugyanaz folytatódik, ami 1941-ben abban maradt. Tehát ugyanaz folytatódik, ami ebben a térségben volt 1939 és 41 között. Magyarországon a civileknek az elhurcolása három hullámban történt. Az első hullám az közvetlen
a hadi eseményekkel volt kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a szovjet hadsereg, amikor elfoglalt egy-egy nagyobb települést, akkor rendszerint az harcok elülte után 2-3 nappal megkezdték összegyűjteni a munkaképes korú férfi lakosságot, különböző praktikákat, különböző félrevezetési taktikákat alkalmaztak, de általában ez úgy történt, hogy a munkaképes korú férfiakat, illetve azokat, akik szolgáltak a magyar hadseregben, ugye ezeket felszólították, hogy igazolás céljából jelenjenek meg községházán, vagy akár a szövetparancsnokságnál kapnak igazolást, és valójában nem igazolást kaptak, hanem hát összegyűjtötték őket, és valamelyik magyar gyűjtőtáborba meneteltették őket, és onnan kerültek a szovjet táborokba. De hát az összegyűjtésnek sok egyéb módja volt. Ugye a leggyakoribb, az ismert kifejezés, hogy a Málenki robot, ami kis munkát jelent, ami ugye arra utalt, hogy nagyon sok civilt azzal gyűjtöttek össze, hogy hát csak egy kis közmunkáról van szó, egy óra vagy egy-két órai munkáról van szó, de nagyon sok esetben ez a egy-két órai munka, ez sok-sok évet jelentett. A civileknek az összegyűjtése különösen intenzív módon zajlott, például Nyíregyházán, ahol egy 2300 civil gyűjtöttek össze, Miskolcon ott is több száz főt, Balmazújváros, lehetne sorolni a városokat is, szinte mindegyik városhoz lehetne hozzárendelni egy számot. De hát Budapestről és Budapest környékéről is több tízezer embert hurcoltak el, és ez az elhurcolás, ez annyira összefüggött a hadműveletekkel, hogy Budapest körül 1944. december 24-én zárul be a gyűrű, és ahogy szorul a hurok Budapest körül, és ahogy a szovjet csapatok nyomulnak előre és foglalják el a várost, úgy nő azoknak a száma, akiket elvisznek lakóhelyükről. És az elhurcolás Budapest esetében egyébként még májusában is zajlott. Ez volt az elhurcolásnak az első hulláma, ami tehát a hadműveletekhez kötődik. Volt egy másik hullám, és alapvetően ez érintette fegyverneket is. Ez az, ami hát ugye a német nemzetiségűek elhurcolásával volt kapcsolatban. A német nemzetiségűeknek az elhurcolását egy központi szovjet utasítás írta elő 1944. december 16-án. A Szovjet Honvédelmi Bizottság adta ki ezt a parancsot, ami kimondta, hogy Közép-Kelet-Európa területén a német nemzetiségűeket össze kell gyűjteni és a Szovjetunió belsejébe kell szállítani. Azt is megvolt, hogy mely térségből hová kell vinni az embereket, a Magyarországon összegyűjtött németeket, vagy úgymond németeket, a Donbass vidékére kellett, át a mai Ukrajnának, ugye a keleti területére kellett vinni, az ottani bányákban dolgoztak ők, az elhurcoltak. Ez a kampány, csak megjegyzem érdekességképpen, hogy az eredeti tervben nem voltak nők. Az eredeti terv az volt, hogy a munkaképes korú férfi, német nemzetiségű férfi lakosságot kell összegyűjteni és a Szovjetunióba szállítani. De akkor, amikor ez az utasítás Sztálin elé került, akkor Sztálin hozzátette, hogy nem csak férfiakat, nőket is. Tehát a férfiakat 17 és 45 év között, a nőket 18 és 35 év között kell összegyűjteni, és a Szovjetunióba szállítani kényszermunkára. Ez a december 16-án született utasítás, ennek a végrehajtása kezdődik meg december 24-én, legalábbis az én kutatásaim szerint december 24-én, itt Magyarország területén, és valóban néhány hónap alatt több tízezer embert hurcolnak el, és itt úgy tűnik, hogy itt kvóta rendszer volt érvényben, úgy tűnik, hogy itt minden térségre meg volt határozva, hogy honnan hány embert visznek el, mert hogyha nem volt elegendő számú valóban német származású, akkor német nevűeket vittek el, de több térségben nem csak a német nevűeket vittek el, hanem vittek el magyar nevűeket is, arra hivatkozva, hogy bár magyar nevűek, de az őseik németek voltak, vagy akár németek lehettek. És ez a nagy második elhurcolási hullám, ez
gyakorlatilag az ország területének a nagy részét érintette. Na most lezajlott egy harmadik hullám is, ami nem érintette az ország teljes területét, hanem az ország északkeleti részét, a negyedik ukrán frontnak a sávját. A negyedik ukrán front főparancsnoksága ugyanis 1944. november 17-én kiadott egy utasítást arra vonatkozóan, hogy össze kell gyűjteni a munkaképes korú magyarokat és németeket, gyakorlatilag ez a magyarokra vonatkozott csak munkaképes korú magyar férfilakosságot, és ugyancsak a Szovjetunióba kell szállítani a szolyvai gyűjtőtáboron keresztül. Ez tehát elsősorban Kárpátalját érintette, a Kárpátalja területéről közel 30 ezer magyar férfit visznek el, és ennek az akciónak etnikai tisztogatási jellege is van, ugyanis ez az elhurcolás, ez kifejezetten a magyarokat érintette olyannyira, hogy amikor összegyűjtötték őket, akkor még egy vizsgáló bizottság még megvizsgálta, hogy az összegyűjtöttek valóban magyarok-e, nehogy szlovákokat, ruszinokat, ukránokat is elvigyenek. És ez az elhurcolási hullám kiterjedt a mai Magyarországnak az északkeleti részére, elsősorban a Nyírség területére, gyakorlatilag minden faluból elvitték a munkaképes korú civileket, de az elhurcolási hullám elérte a mai Kelet-Szlovákiát is, ami részben akkor Magyarországhoz tartozott, onnan szintén több tucat faluból vitték el a munkaképes korú férfiakat. És még megemlítek egy negyedik hullámot, ami nem egy külön hullám, de szovjet fogságba kerülnek azok is, akik politikai szempontból potenciális ellenségnek vagy ellenfélnek tartott a szovjet megszálló hadvezetés. Ennek keretében került szovjet fogságba sok ezer magyar Levente, akiket szovjet részről valamiféle partizán alakulatnak tekintettek, pedig sok Levente azért maradt Magyarországon, és azért szolgált kisegítő alakulatokban, hogy minél előbb megvárja a harcoknak a végét, és hogy semmiképpen se kerüljenek ki Németországba. Végülis azok a Leventék, akik Németországba kikerültek, azok rendszerint nyugati fogságba kerültek, és már itthon voltak 1945 őszén 1946-ban. De nagyon sok Levente, aki tehát nem ment ki Németországba, sikerült nekik itthon maradni, vagy elbújtak, de közülük nagyon sokan szovjet fogságba kerültek, és nem csak egyszerűen szovjet fogságba, hanem ők politikai elítéltek lettek. Tehát őket szovjet katonai bíróság elítélte a Szovjetunió elleni diverzáns cselekedeteknek a vádjával, és nagyon sokan 10-15-20 éves börtönbüntetést kaptak, tehát ők nem egyszerűen kényszermunkások voltak, hanem ők politikai elítéltként a gulag táborokba kerültek ki. A elhurcolással kapcsolatban szeretnék csak néhány képet mutatni. 1945 elejétől kezdve lehetőség volt arra, hogy az elhurcoltaknak a hozzátartozói kitöltsenek egy űrlapot. Az űrlap tartalmazta az elhurcoltaknak a fontosabb adatait, személyi adatait. De nem csak azt tartalmazta, hogy az elhurcolt személynek mikor született, és hogy ezt felnagyítom, nem csak hogy mikor született, hanem tartalmazta az elhurcolásnak a körülményeit is. Ez az adatlap, amit itt szerepel, ez egy dr. Nagy Zsigmondnak a lapja, az űrlapja, amit az ő hozzátartozói töltöttek ki, és az űrlapon azt látjuk, hogy 1877-ben született, és az előző kép mutatja, hogy ő 1945. február 27-én került úgymond hadifogságba, ami azt jelenti, hogy 77-ben született és 45-ben került fogságba, akkor ő nem is tudom hány éves volt, tehát ugye 60, hány éves? 68 éves volt, amikor hadifogságba került. És a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárának a gyűjteményében
sok ezer ilyen adatlap van, aminek a révén egészen jó és pontos képet lehet kapni az elhurcolásnak a módjáról és az elhurcolásnak a lefolyásáról. Itt egy másik adatlap, ami ennek Fülöp Jánosról szól, aki 1880-ban született, és akit 1944. december végén Dorogról hurcoltak el, tehát az azt jelenti, hogy ő is 64 éves volt, amikor szovjet fogságba került, de ez egy másik adatlap, egy fiatal emberrel kapcsolatos, aki 1929-ben született, és 45-ben hurcolták el, tehát akkor ő 16 éves volt. És van itt még egy adatlap, amely ilyen több név van feltüntetve, három lány, Géci, Margit, Mária és Anna, 21-22 és 26-ban születtek, Tarcalon, Hajadonok, és itt van az elhurcolás módja leírva. Kényszer útján lettek összehajtva a Vörös Hadsereg katonái által, semmiféle nyilas, illetve más pártnak nem voltak tagjai. Ennél fogva kérik a külügyminiszter urat, szíveskedjék ezen személyek hollétéről és szabadon bocsátása iránt mielőbb gondoskodni. Azért mutattam ezeket, köszönöm szépen a lámpát, sajnos elfogy az időt. Köszönöm, hogy felkapcsolják. Jelezve, hogy mennyire nem hadifoglyokról van szó, tehát kiskorúakat és időskorúakat is elvittek. De bár már csak néhány perc van hátra, nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy ugye nagyon sok visszaemlékezést olvastam, és sok egykori elhurcoltal is volt módon beszélni. És ami megdöbbentő volt számomra, a részben a visszaemlékezésekből, illetve ezekből a beszélgetésekből, hogy egy olyan történet bontakozik ki, amelyet egy szóval lehetne jellemezni, és az egy szó az a szolidaritás lenne. Vagy még egy másik szó is eszembe jut, ez az önfeláldozás. Ugyanis megtörtént az, például a németek, vagy úgymond német nemzetiségek elhurcolása során, hogy elhurcolásra került egy feleség, de a férj nem, mert nem volt ott, amikor a feleségét elhurcolták. És nagyon sok esetet tudunk, amikor a férj ilyenkor jelentkezik a szovjet parancsnokságnál, vagy a gyűjtőtáborban, hogy ő is megy a feleségével együtt. Sok olyan esetről tudunk, amikor egy falu férfi lakosságát részben elviszik, és velük megy a pap. Annak ellenére, hogy a papot nem vinnék el, de a pap is jelentkezik a szovjet parancsnokságnál, és nem akarják őt elvinni, mondván nekünk papokra nincsen szükségünk. De elmegy a gyűjtőtáborba, és elkíséri a foglyokat, elkíséri az ő népét, vagy gyülekezetét, és végül is a pap is velük megy. Sok ilyen papi sors ismert, akik tehát egészen a szovjet tábor világig kísérik az ő híveiket, és nagyon sokan kint meghalnak. De hát tehát a szolidaritásnak és az önfeláldozásnak még számos-számos példájával lehet találkozni ezekben a fogoly történetekben. Tudunk például olyan mozdonyvezetőről, aki megbeszélte a foglyokkal azt, hogy akkor, amikor ő a vonattal sípol, illetve kürtjelzést ad le, akkor az azt jelenti, hogy el lehet szökni. Bár ezekből a vagonokból nem lehetett könnyen elszökni, mert ezeknek nem volt rendes ablaka, és ha volt is ablaka, akkor ez szöges dróttal volt befedve. De viszont sok fogoly próbálkozott azzal, hogy a vagonnak az alját kivágta, vagy megpróbálta valahogy kifűrészelni, azzal az eszközzel, ami rendelkezésre állt, és akkor ott alul próbáltak meg eljönni. De mivel rendszerint minden vagon végén volt egy szovjet őr, nagyon nehéz volt így megszökni. Ezért kellett várni arra, hogy a mozdonyvezető jelezzen, hogy mikor van olyan körülmények, rendszerint éjszaka, amikor meg lehet próbálni így a szökést. Tudunk román katonákról is,
akik segítettek magyar foglyoknak abban, hogy romániai tranzittáborokból szabaduljanak. És a táborvilágról beszélve pedig nagyon sok olyan orosz, illetve ukrán emberről tudunk, akik valóban nagyon sokat segítettek magyar foglyoknak, és hozzájárultak ahhoz, hogy életben maradjanak. Ebből a 600 ezer főből az én számításaim szerint közel 200 ezeren nem tértek vissza Magyarországra. A szovjet adatok szerint mintegy 62 ezer magyar ember halt meg kint, tehát a szovjet statisztikák mintegy 62 ezer a Szovjetunióban elhunyt fogolyról beszélnek. De a hiányzó létszám körülbelül 200 ezer, és ennek az az oka, hogy egyrészt, mint ahogy említettem, a kiszállítás során elhunytakat nem regisztrálták, de úgy tűnik, hogy nem regisztrálták azokat a haláleseteket sem, amelyek különböző fertőző betegségek következtében, amelyek fertőzések, fertőző járványoknak a következtében került sor. Tehát a 200 ezer elhunyt mellett azonban ki kell jelenteni azt, hogy akik átélték ezt az időszakot, akik átéltek több évet a Szovjetunióban, ők is ennek a fogságnak az áldozatai, egyrészt azért áldozatai, mert nagyon sokan betegen tértek vissza, de morális értelemben is áldozatai, mert ezek az emberek, ezekben az emberekben nagyon sok esetben azt tartotta a lelket, hogy ők majd visszatérnek egy olyan Magyarországra, amely polgári Magyarország volt, egy olyan Magyarországra, amely az ő fejükben élt, amilyen Magyarország volt számukra 30-as években, és amikor visszajöttek, akkor azt tapasztalhatták, hogy egy olyan Magyarországra térnek vissza, amely egyre inkább hasonlít ahhoz a Szovjetunióhoz, ahol ők sok-sok évet raboskodtak. És mint ahogy ezt nekem is sokan elmondták, számukra ez volt a legnagyobb csapás, hogy egy ugyanolyan diktatúrába kerülnek vissza, amelytől annyit szenvedtek. Köszönöm szépen a figyelmet! Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves közönséget. Én a fegyverneki eseményekről szeretnék röviden beszélni, hát helyettem egyébként majd a később bemutatott dokumentumfilm, illetve riportfilm fog részletesen beszélni. Megpróbálok ennél minél kevesebbet elárulni, elmondani. Hát itt egy picit visszakanyarodunk itt a 44 évvégi eseményekhez. De előtte hát nem véletlenül vagyunk most itt január 6-án, ugyanis 1945. január 6-án indították el ezt a közel, vagy körülbelül másfél száz ember. Azért nem mondok pontos számot, hogy most mennyi az annyi, mert ahányféle kimutatás, levéltári forrás, vagy szakirodalomban is többféle számot olvashatunk, erről majd egy picit később fogok szólni. Tehát ezt a körülbelül másfél száz összegyűjtött embert elindítják útnak, először Ceglédberccel felé, ahol egy gyűjtőállomás volt, itt körülbelül az elmondottak alapján egy hétig állomásoztak az összegyűjtött foglyok, és innen vitték őket tovább marhavagonokba utaztatva a körülbelül 1700-1800 kilométer messzire lévő Donbász vidékére, ugye Donyecki szénbányákban. Hát hol volt ez a gyűjtőállomás? Érdekes módon, hogy Jászlik-Hunszolnok megyén belül egyedül fegyverneken volt gyűjtőállomás, és hát ez a gyűjtőállomás körülbelül légvonalban 80-100 méterre volt. Biztos többen tudják is, itt az elmondottak alapján megtudhatjuk, hogy az egykori kazacsai féle ház volt, kazacsai vagy kuderka háznak is nevezték. Ma már ez a ház nincs meg, körülbelül egy 20 éve lebontották, a helyén élelmiszerbolt áll. Itt közvetlenül a postával szemben, ugye a Marx Károly út és a Szent Erzsébet út sarkán. Mi történt itt 1944-ben? A szovjet hadsereg október 20-ára elfoglalja végleg fegyverneket, és akkor, mint ahogy Csegéze és a Rubikonban megjelent cikkében nagyon jól megfogalmazza, hogy még semmi nyoma nincs annak, a szovjet katonák nem vesznek észre különösebb dolgot azon, hogy itt német lakosság élne, ugye németül maximum csak a nagyon idősek közül beszélnek, ugye néhányan, vagy ugye német feliratok sincsenek. Hát az igazsághoz hozzátartozik, hogy itt 44. októberének elejére már a szovjetek közelettével jó néhányan elhagyták fegyverneket, ugyanis nyilván ez egy kényes téma, de fegyverneken
is megalakult 1942-ben a Volksbund csoport. Ugye mi volt ez a Volksbund? Ez tulajdonképpen egy kultúra egyletnek indult, de később hát itt a nemzetszocialista eszmék hirdetőjévé vált. Körülbelül olyan szűk 2 évig működött iskolát, óvodát is fenntartotta. Az anneháziak közül kevesen ehhez csatlakoztak, a többség viszont ugye a hűséggel a magyar hazához, mozgalomhoz csatlakozott, tehát voltak is nyilván itt viták. Hát ennek a csoportnak a működéséről jelenleg még nem olyan sokat tudunk, nyilván ez a téma is előbb-utóbb kutatásra fog kerülni. Tehát tulajdonképpen ez volt az ürügye annak, hogy nagyjából annyi főt gyűjtöttek itt össze fegyverneken, ahányan 44 nyaráig a Volksbund tagjai között szerepeltek. Mi az, amiből tájékozódni lehet, milyen forrásokból elsősorban? Hát a levéltárban őriznek egy dokumentumot, amit 1945-ben írtak össze. Ezen lehet olvasni az elhurcolt személyek listáját, bár egy-két esetben itt is némi kis pontatlanságot lehet észrevenni, mert van olyan személy, aki kétszer is szerepel a listán, vannak, akik itt utólag ceruzával lettek feljegyezve erre a legépelt névsorra, és vannak olyan esetek is, amikor tehát nem mindenki került ki a Szovjetunióba, vannak olyanok, akik szerencsésen hazaérkeztek. Hát igazából itt a végén, mielőtt megnéznénk ezt a riportfilmet, vagy dokumentumfilmet, amikor belevágtunk itt Herman József operatőr kollégával a hozzátartozók felkeresésébe, azért az eszembe jutott, hogy talán jó dolog ez, vagy mindenképpen jót teszünk ezzel, hogy most felszakítjuk a régi sebeket. Mennyire fognak a hozzátartozók beszélni az eseményekről, egyáltalán hogyan fogadják ezt az egész témát. De így utólag visszagondolva, talán mindent elmond az egyik hozzátartozó, elmondnak az egyik hozzátartozó szavai. Megpróbálom szó szerint idézni. Elhatároztam, hogy addig nem halok meg, amíg mindezt ki nem beszélem magamból. Tehát úgy gondoljuk, hogy egy némi kis parányi elégtételt talán szolgáltathatunk a hozzátartozóknak és a családtagoknak. Úgyhogy hát köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, és akkor most szeretném, hogy közösen együtt megnéznénk ezt a riportfilmet, ami a jelenlegi eddigi kutatásainknak az eredménye tulajdonképpen. Köszönöm szépen! A fegyverneki római katolikus templom falán ez az emléktábla tanúsítja 1945. január 6-ának szörnyű eseményét. A szovjet megszállás alá került fegyvernekről ártatlan családapákat, fiatal nőket, férfiakat szakítottak el családjuktól és hurcoltak el a távoli Szovjetunióba kényszermunkára. A fegyvernekiek közül azonban jó néhányan soha nem tértek haza. Filmünk ennek állít emléket. Ajánljuk a családtagoknak, a hozzátartozóknak, a téma ismerőinek és mindazoknak, akik szinte semmit, vagy csak igen keveset tudnak az eseményekről. Mi lehetett az oka, hogy az édesapja felkerült erre a listára? Hát először is a származás, a név, mind a két oldalról. Az édesanyja Jekli Anna, az édesapra Ekkeri József. János, köszönöm. Eker János, tehát, és ez egy borzasztó dolog, hogy valamikor őket ide telepítették, és ide hozták a kézművességüket a megyébe, mert nem volt kézműves kialakultva, nem volt a kézművesség, és ők ezzel segítették úgy az országot, mint a falut, és én magam részéről még azt is merem feltételezni, hogy ők egy olyan kis közösséget alakítottak ki Annaházán, hogy voltak olyan esetek, amikor ellentétbe kerültek a
magyarság és a betelepített svábság is. Azt mondom, hogy egy kicsit békés volt már az az időszak, amikor jött egy felszólítás odahaza az apánknak, hogy holnap reggel, időpontot csak úgy mondom, hogy 7 órára jelenjen meg a Kazacsai féle házba a gyülekezésre. Na most ez a Kazacsai ház a Csarkonahunkra volt van, oda kellett, de ott akkor úgy emlékezetem szerint körülbelül van 50-60 ember már volt. Na most, mikor ott megjelentek, az le lett zárva, az a terület, onnan seki, sebe már nem lehetett menni sehova se. Na most az volt ezen a felszólításra, hogy két napi élelemmel Malinki robotra itt a körzetbe valahol. Nem mondták meg azt, hogy hova vagy mikor viszik őket, csak elég az hozzá, hogy két napig ebbe volt egy gyülekezet, ebbe a Kazacsai féle házban, és minden nap mentünk oda, az ablakon lehetett kukucskálni, beszélgetni, úgy, ahogy megértettük egymást, de onnan nem gyertett ki senki. Na most eltelt a két nap, annyi élelemmel kellett lenni, eltelt a két nap, az akkor úgy érdeklődtünk is, meg az egész falu akkor érdeklődött, hogy mikor, meg hova viszik ezeket az embereket. Na most akkor az utolsó nap volt, hát vagonérozás, úgy is mondták azt, de reggel koránán pakoltak. Lovaskocsival vitték őket el. Most azt nem tudom, hogy Szegléd vagy Szegléd Bercehelpe vitték el lovaskocsival ezeket az embereket. Ott lesz a fő berakolás, meg a vagonérozás. Na most ezeket az embereket, de úgy őrizték, hogy még itt elköszöntünk az apántól, meg aki tehette, de ide figyelj úgy, hogy az őrök körben mindenit ott voltak. Hány éves volt Józsi bácsi akkor? Én akkor nem egészen 10. Uh-huh. Azt akkor, nem tudom én, 10 kocsi, több kocsi volt itt sorba állni majdnem a templomig. Itten mindenkinek el kellett szállni, az őrök középen őrség, a kocsin hátulőrség, előőrség. Az apánk azt mondta akkor nekünk gyerekeknek, hogy gyerekeim, elnézést, semmi probléma. Semmi van. Hogy az úton akármi történik, meglógok úgyis. Na most ugye ebben bíztunk. Nem lőtt belőle semmi, mert olyan nagy út az őrzés, hogy nem lehetett ottan semmit csinálni. Ide jöttek a házhoz ilyen policárok, és azt mondták, hogy öltözön fel, és 3 napi élelmet hozzon magával, mert kukoricát törni mennek. Nem mondták meg, hogy hova, csak el is ment, és akkor arról, ahol van most, ott a Kazacsai féle ház volt, és oda voltak behurcolva ezek a hát szapárfalobú és kuncsorbáró fegyvernekről, vagy 160 embert elvittek, és ott voltak becsukva. És oda én vittem neki minden nap ebédet, mert hát ott senkinek nem adtak. És akkor kivizsgálták, azt mondta az uram, hogy egy szobában voltak ott emberek, és megbeszélték, hogy na, hogy menjen vagy, mert több ember bevittek, akkor nem csak annyit. És azt mondta az uram, hogy mikor ő volt, hát kacsintotta valami pacski, az volt ott. Tehát ott bírálták el, ki az, aki megy, ott bírálták el, hogy ki menjen, ki ne. Mert élők voltak, azok vigyáztak rá, mert hát ott a kazacsai lakásnál volt egy szellőzőnyílás, ott lehetett velük beszélni egy pár szót.
És hány éves volt akkor Anti bácsi? 7 éves. És mi lehetett az oka annak, hogy az édesapja is felkerült a listára, akiket elszállította? Hát nem tudom, hogy elcsinálta apám olyan értelemben, hogy nagyanyám Miklóson lakott. Igen. És ott Miklóson ott bújtatta nagyanyám 3 métig Szolmába, az istállóba. Ha 2 nappal később jön haza, akkor befejezték ezt a Málinki dobozra való elvitelt, akkor itt maradt volna ő is. Akkor megúszta volna. Akkor nem vitték volna el. Hát úgy emlékszek, hogy 8,5 éves voltam, az apám az arató volt fegyverneken Bóéréknál. És lovaskocsival ment Szalmáért oda, és akkor megrakott kocsival jött hazafele, fegyverneken a policárok, meg egy szovjet katonák levették a lovaskocsiról, amelyet a lovakat közévágtak, és a lovak hazajöttek üresen. Elmentem keresni, hogy hol lehet. Akkor felétem fegyvernekre, ott mondták, hogy levették a szovjetek, és berakták egy épületbe. Így anyukám volt 16 éves, akkor őtet vitték el. És ha jól tudom, ő volt a legfiatalabb az összes fegyverneki között. Akkor igen. És meddig volt kint Szovjetunióban? 47. szeptemberében ért haza. Tehát akkor egy jó hát, 2,5 év. Hát 2,5 év, mert 45. januárjában vitték el 6-án, és itt voltak. Van egy levele, amit a húgomnak írt nagyjából, hogy mi is történt az alatt, az idő alatt. De ez a elhúzolás körülményeiről elég sokszor beszélt, és konkrétan azt tudom, hogy ő akkor kőművesként itt dolgozott benne a Szolnokon a hídnál előtte, mert ugye ezt a hidat lebombázták. Itt például gondolom, mint kőműves itt dolgozott, és mondta, hogy azért jön haza, hogyha már tudomásuk volt róla, hogy erre valahogy sor kerül, valahogy csak benne volt a levegőben, vagy kiszivárgott, és ő azért jött haza, hogy se anyámnak, se apámnak, hát apám már 8, vagy nagyapám, akarom mondani, nagyapámnak ne legyen bántódása, ő már 80 éves volt. Na most az elhurcolás úgy történt, ezt mondta, én nem akarok nevet mondani, fegyverneki neveket, de ő mondta, hogy már hallottuk egyébként. Voltak kiszolgálói minden hatalomnak, és itt is előjöttek ezek a, akik 19-ben is tüsténkedtek ugye a kommunista oldalon, és akkor azok nagy buzgalommal vezették a orosz tisztet, vagy azt a megbízottat, aki na, ez is, vagy ez a svábház, vagy tudta mindenki, hogy sor kerül rá, és még ehhez annyit mondott apám, már nem, nyilván nem úgy jött ő haza, hogy a hídtól ma este eljött és másnap elvitték, csak tudomást szereztek róla, valahogy a levegőben benne volt, vagy más alkalommal, amikor otthon volt. Azt mondja, egyszer valami ukázt kapott, hogy ki kell menni egy orosz tisztel a állomásra, mert ott valami tövises drótot kéne nekik átvenni. Hogy ott járművel mentek, vagy hogy mentek, ez részletkérdés. Csak hogy ez gondolom valami magyarul tudó ukrán tiszt lehetett, mert apám ugye nem tudott nyilván oroszul, és ő mondta, ez a tiszt mondta neki, hogy készüljenek, mert úgy fogják őket elhívni, hogy rövid munka, de jó, készüljenek föl, mert bizonyabb hosszú utazás lesz. Mi volt az oka annak, hogy az édesapját, illetve a testvérét is összeszedték és elvitték? Semmi oka nem volt rája. Büntelenül vitték el. Ez a legfájóbb. Annyi volt csak, hogy volt egy lista felírva, és arra rá voltak írva a német ajkújaknak a nevük. És apám is a listán volt. És legelőször jött neki a értesítés, hogy jelenjen meg. Nem, én már nem tudom, hogy hun, egy heti eleséggel, és közmunkára viszik őket.
dolgozni. Ennivalóval, még takaróval feküdtem, hát akkor vacoknak mondtuk, én 6 éves voltam, és anyám lehúzta rólam a dunnát, belevarta egy zsákba. Úgy előttem van, ahogy a tűvel varta befele, és apám elvitte a kis dunnámat. Elment apám, ugye menni kellett neki. Nálunk csak az a papír volt rajta, hogy Csécsei András. Na most, mivel a családban volt a második fiú, András, Bandinka, seprűkötő. Azt mondta anyám, meg apám is azt mondta, te asszony, én megyek inkább, nem engedem el Bandit, mert hát, ha én többet kibírok, mint ő. Erősebb szervezetű vagyok. Mert Bandi a második fiú volt, Misa volt kint Oroszországban, az idősebbik. Igen, igen. És ekkor azért kezdem itt, mert akkor vitték el apámat. Bűntelenül, mert semmi bűne nem volt neki. Si nem ölt, si nem lopott. Semmi bűn. Csak ezért, hogy mert német ajkó volt. Hát ez borzalmas volt. Sírtak ott az asszonyok. A kazacsai tanár volt az mind a kettő, a felesége is, meg ő is. És azoknak elvették ugye akkor azt a házat, azt oda betelepítették. Hát jött egy ember, Szabó Pista bácsi, az hát jó ismerőse volt apukámnak, azt mondta, te Károly, gyűjtik össze fel az embereket, azt a te neved is fel van írva. Menjél el, akar merre, menjél el, mert el akarnak vinni. Viszik kényszer munkára ezeket az embereket. Mert azt mondja, ő is policárnak van beosztva, azt menni kell, de ő szól, akinek tud. Azt apukám, hát olyan jó hiszeműleg, hát nézd, Pista, elővette a dokumentumot, mert úgy mondták, van nekem egy dokumentum, egy papír, amire rá volt írva, hogy nem vihetik sehova, nem kényszeríthetik semmire, mert ott dolgozik a parokján, mert ott volt a komandó. Hát a mama meg a bátyámnak el kellett menni oda a gyűjtőhelyre. És ha benn volt 2 napig a mama is, de ugye már a bátyámat nem engedték vissza. Mikor kihallgatások voltak, az orosz azt mondta akkor a mamának, hogy te már idős vagy, megkérdezte, hány gyerek van otthon, mondja, hogy 3, a harmadik itt van, de otthon van még, vagyis a negyedik itt van, de otthon van 3. Őtet elengedték, de a bátyámat bent tartották. Na és ugye, vagy 2 nap múlva hazakerült a papa, Abonyig ment el, a saját lovával, kocsival, onnan elvették tőle mindent, és keresztül Kossuth a Szántóföldeken jött fegyverneknek, mert szembe a 4-es út tele volt az orosz katonasággal, és úgy nem jött. Hajnal volt, amikor hazaért, hát kifáradva, és ugye akkor már hallatszott az a hír, hogy nem kukoricatörés lesz, hanem Oroszországban. És mondja neki a mama, hogy pihent ki magad, egyél meg, mosakodjál meg, és vedd a útirányt el a szüleimhöz, mert azt mondja, hogy kerestek téged is. És azt mondta, hogy nem megy. Aminek jönni kell, az jöjjön, mert a bátyám 17 évesen be volt fogva. Azt mondta, hogy nem hagyja a gyereket, ha neki el kell menni, és ha elviszik, megy, mert nem hagyja. Na és így ugye elmentek. Igen, és ez a jelenet, ez hogyan is zajlott? Szemtanúja volt Erzsike néni, amikor elindították a szekérmenetik. Persze, a gyűjtőtáborból megvolt, hogy mikor indulnak, ugye a hozzátartozók oda mehettek elbúcsúzni. Ott a kazacsai féleháznál. Hát ugye mindenkinél ott voltak a családtagok. És a templomig lehetett,
ott már lovaskocsik voltak fölállva, most én meg nem mondom, 5 vagy 6 lovaskocsival vitték őket, hát ugye beöltözve, sírás, jajgatás, hát el lehet képzelni. Aki a kocsira került, az is, meg aki itthon maradt, az is, pontosan úgy. A templomig el lehetett jönni, elkísérni őket. Ott már a Tóth Esperes volt annak idején itt, az már ott várta a templom előtt, a kocsi út mellett, és minden, ahogy jöttek a kocsik, mindet megszentelte. Mindet. Hát persze, hogy ő is sírt, a pap is. Mellette állt a harangozó Cik bácsi. Hát ő neki is, mikor odaért a kocsi, és a fia rajta ült, hát rosszul. Fiat is összeesett, kivitték. Összeesett, hát ugye, de a harang, mint mikor temetnek, úgy zúgott. Egész még el nem hagyták fegyverneket. Igen. Mert az édesanyja Rebman Katalin volt, és ezért vitték el. De, nem volt, sváb, csak az a neve volt. De ez is éppen elég volt. Hát elég volt, mert elvitték. Január 6-án vitték el őket, ilyen lovas kocsival, sok kocsi volt, és oldal, nem tudom, tetszik-e tudni mi az, hogy a kocsira ilyen, ó, micsoda is, vendégoldal volt, 2 oldal téve, és azokra ültek körül az a sok ember, de hát 160-an gondoljam bele. Tehát nem csak fegyvernek, hanem akiket még ide gyűjtöttek. Persze, másinnet is, ide volt, itt volt a gyűjtőtábor. És akkor elvitték őket, abonyba éjszakáztak, házakon szétrakták őket, és akkor azt mondja az uram, hogy meg tudott volna szökni, de nem mert, mert azt mondták, hogy ha valaki megszökik, a családját elhurcolják, és nem mert. Mikor őket elvitték, én akkor 2 éves voltam. Mert 44-ben elvitték Ceglédbercerre, ilyen munkatáborba. Úgy gyűjtötték össze. Igen, igen. Na mostan onnan írta ezt a levelet. Én a múltkor ugye azt mondtam, hogy a fogságból, nem a fogságból, ezt Ceglédbercerről írta. Igen, ott van Bóran a Ceglédbercer. Igen, itt még reménykedett, hogy nem soká hazajön, hogy 5-6 hétre viszik el őket. Hát nem lehet mindenütt jó olvasni. Viszonylag jó kivetünk, majd a végén a kamerának is megmutatjuk. Igen, itt érő, hogy mi Ceglédbercen vagyunk, és nem tudja, hogy mikor indulnak tovább. Másnap bevagénozták őket vonatra, de olyan zárt kocsikba, csak ilyen abba, ahol a jószágot szállították, olyan kocsikba. Ez már Ceglédbercen történt. Igen, ott onnan indultak, és azt mondja, hogy volt, nem, ők nem tudja, csak volt, aki megszökött, mert még lehetett volna szökni, de nem mert. És azt mondja, hogy ahogy mentek a vasúton, volt olyan hely, ahol megálltak az állomáson, azt egy bácsi a kúton volt, engedte vizet, ezt az ártézi vizet. És oda mentek az oroszok, megfogták 2 oldalt, azt vitték, azt feltették a vonatra. Kellett a létszám. Ugye? Kellett a létszám, képzeljék el. És akkor mentek tovább Debrecenbe, mint majd Novidombászba rakták őket. Vagy ott lett a végleges hely. Vagonokba rakták őket. Hát jó hosszú ideig utaztak ki Oroszországba. És ahol először letették őket, azt hívta anyukám Amerikánszki lágernek. És ott egy kolhozba kellett nekik dolgozni, ahol meleg ágyat kellett csinálni, de először egy olyan jó térdigérő havat le kellett onnan a földről takarítaniuk, és utána tudtak
dolgozni a földbe. Hát hideg volt, meg szenvedtek sokat. Nem számított, hogy mennyi ideig tart oda menni, visszamenni, rengeteget gyalogolt, nem volt busz, meg vonat, meg ilyesmi, hanem mindenhova gyalog mentek. Mikor mentek ki Oroszországba még Belcerről, akkor sokan meghaltak az úton, mire odaértek. Nézem a csillagos eget. Na most, mikor beértek, elérték Ukrajnát, onnan megint jött valami tájékoztatás, hogy most már odaértek, ott vannak, de nem lehetett elő különösen semmi más hallani. Na, ott azt a lágerba ugye megtörtént az elosztás. 20 ember ebbe lesz, amabba elosztották őket. És hónap után megkezdődött a munka. Bányába voltak, szénbányába. Na most az olyan kegyetlen munkahely volt, hogy néhun hasonfeküdve várták a szenet. Aztán így ment kis ennivalóval, gyenge kis fekete kávé, egy kis kenyér. Ritkán volt valami húsféle. Ezt már utólag úgy hallottam, mert Ekker Lajos bácsi, meg Pista bácsival volt együtt. Amúgy komák is voltak, meg nála dolgozhatott az apánk, mert földműves volt, Vicsorban. 150 volt főzött bírtunk a református egyházban. És itt a ide jártak dolgozhatni, tehát ők kinn Oroszországban is együtt voltak, többnyire együtt voltak. Na most annyira ment ez a munka, hogy hajtották őket a munkába, és ezt megmondták. Ez nem is olyan nagyon soká volt, utána, amikor kivitték őket. És elhatározta ez a három ember, meg megbeszélték, hogy halljátok-e, innen meg kell lógni, mert itt így nem lehet írni, itt meghalni lehet. Ugye hazafele elindulva, Japon papot tolva nyírát úgy, ahogy gondolták, elindultak, és másnap vagy harmadnap azt mondja az egyik, illetve mindegyütt, hogy nagyon léheztünk, nekünk valahol enni kéne, de mit? Meg hún. Találtak egy tanyát, ahol emberek éltek, jószágok voltak, aztán bekérezkedtek, hogy ők foglyokhoz hazafele indultak Magyarországra, de nagyon el vannak éhezve, ha tudnának egy kis valami menárit, akkor ezt elfogadnák, mert nem ettek Martinnak se. Na most ezeket visszavitték, azt úgy képzeljük el, hogy ezt Elkerék Pista bácsi sokat mesélt róla. Elkezdték ezeket az embereket, Elkerék is ugye nagy erős emberek voltak, ilyen orosz, ruszki gyerekekkel ütetni. Meg puskával, mert már akkor is ugye az ilyen gyerekeket is behasználták. És ezeket ütötték, ezeket az embereket egy helységbe. Beült, ahogy odahasszon, a gyerekek, na, most már lehet. Úgy gondolták, hogy itt senki nem mer ellenállni, és addig üssük meg. Na, ott a vekkerek azok úgy tűzték el jobban a veréseket, mert gondolva arra, hogy hárosan vagy mi maradunk, vagy a gyümütnek, nem támadunk, már még rosszabb lesz. Na most, az én apám meg olyan volt, hogy jó erős ember volt ő is, azt nem tűrte már tovább, ezeket a gyerekeket elkapta, ahogy lehetett, verte a falvaiukat így. Nem volt mentség, már szóltak, jöttek 5-10, amennyi kellett. Azt úgy fogták le,
hogy nem bírtak vele, már ottan többen nem bírtak vele, ugye felbűzült ember, aki nem akarta hagyni magát. És képzeljétek el, hogy egy ilyen nagy diszkapadlóval így leszorították. Ott akkor annak mind a két végére beoltékültek, és itt folytották le. Akik egészségesek, még jó látnak, minden azokat viszik a bányába. Hát ugye, ahogy bementek ottan sokan, és mondta, oroszul minden, apám értette, ha németül mondták, azt is értette. Ha oroszul, azt is már akkor, jó beszélt oroszul. És akkor mondta, hogy hát ezek mind a bányában. Na, azt mikor ő ment be, azt mondta neki a ezeinek, németül, hogy hát ezeje ütett, hogy vak, nem lát. Így került el a ezébe. A bányát megúszta. Mert a bányában azt mondta, hogy mikor akik lementek, lement 100 ember, abból alig jött egy-kettő vissza. Apám elmesélte, hogy kint Oroszországba, ott már kolhoz volt, és nagyon nehezen jutottak ennivalóhoz, és a nyers krumplit is megették. Vécéjük olyan volt, hogy egy üvelek ásadtak egy nagy gödröt, és ilyen vendég oldal hasonló fadarabot tettek a gödör tetejére, és oda jártak vécézni. Lacikán, ílő ember pottyant bele a vécébe, és ott halt még benne, mert nem tudott belőle kijönni. Apám mesélte. Szénbányában dolgozott, igen, és rászakadt a bánya, már ez utólag volt, mert 2 év és 8 hónapig volt kint. És akkor le akarták vágni a lábát, mert nagyon csúnya volt neki, ilyen nagyon csúnya volt, ahogy azt mondja, hogy ő nagyon sírt, azt mondta, hogy ne vágják le neki, 2 családja van, és ő neki azt fel kell nevelni. És akkor azt mondja, hogy a kórházból hogy kenegették neki olyan sárga kenéccsel, és akkor egyszer csak kifakadt, és akkor kezdett gyógyulni, azt így meggyógyult neki, de nagyon lefogyott, nagyon savány volt, mert nem bírt dolgozni, azt ugye ott nagyon keves kosztot adtak, hús meg nem is volt, tehát olyan csak kukorica, meg káposzta, az volt ott csak. És azt mondja, hogy mikor még nem volt beteg, mikor vagy, hogy nem szakadt el bánya, akkor ő azt csinálta, hogy mikor a szabad napja volt, akkor elment házakhoz, mondta, hogy adjanak neki munkát, hogy kapjon egy ebédet, ezt akkor kapált a kertbe, és kapott egy ebédet, azt jönnek nagyon örült. Bizony borzasztó volt. Azt mondja, hogy a barakokban hogy aludtak, ilyen pricseken aludtak. A kabátjával volt takarózani, mert vitt ő el ruhát, magával egy teljes öltönyt, még paplant is vitt. De azt eladta, mert olyan éhes volt, hogy muszáj volt. És akkor mit akartam? Ja, tudom. Ahogy feküdt éjjel az ágy azon a pricsen, arra veszi észre, hogy az arcán valami úgy hozzáér. Hát egy nagy potkány volt. Tessék el kívül. Tessék el kívül, azt mondja, azt hitte, azt mondja, hogy felugrottam, úgy megijedtem. Tinteceruzával írott levélbe, benne van a szívem, hazaküldöm néked, vigyázz rá nagyon, nagy Oroszországban csak az Isten van velem, meg ez a pici fénykép, ez a mindenem, megcsókolom 100-szor, ugye édesasszony, hűn maradsz hozzám. Tinta ceruzával írott tábori levél, szívem asszonyának, onnan írom én. Magyarországból megy hozzád egy kis levél, benne van a szívem, édesasszonyom, hazaküldöm néked, vigyázz rá, magyar, vigyázz rá, magyar. Messze-messze tőled csak az Isten van veled, meg egy kicsi fénykép,
ez a mindenem. Megcsókolom százszor, megremeg a szám. Ugye kicsi asszony, hű leszel hozzá, ugye hű leszel hozzá. És aki nem dolgozik, ne is egyik óta jelszó. És ott a környéken, ott jöttek, mentek, akik még ott laktak. Vagy a háborúban megrokkant, vagy magányosan élt az asszony, mert férfival nem nagyon találkoztak ott a helyiek között. És ott kéregettek valami kis ennivalót. Hát megszánták őket, mert kaptak olyan főtételt, hogy például főtt krumplit, vagy kaptak egy kis babot, vagy valamilyen ennivalót, amit meg tudtak maguknak főzni. De hát tehát így tengették a napjaikat. Azután innen is elkerült, akkor már a bányába került, és ő kérte magát, hogy a legalsó szintre kerüljön, mert ott több pénzt kaptak, meg nagyobb feladat a kenyeret. És a kenyérnek a jó részét eladta, így lett pénze, és ki tudott menni a lágerből, és akkor ott mindig vett kecsketejet egy háznál magának. És szinte azt tartotta életbe. Igen. Közben tífuszos lett, hát nagyon sokan meghaltak. Azok közül, mert nem csak ő kapta el, hanem nagyon-nagyon sokan. És tehát csak valahogy túlélte. Azt is úgy megviselte, aki itt maradt, aki elment, azt is. És ugye ő nem is került haza. Kivitték januárba őket, ő március 3-án meghalt. A fegyvernekiek között az első volt. Na most ez is úgy történt, ezt már bátyám mesélte el, ő 3 évig volt kint. Mikor hazakerült, hát ugye elmesélte egyetlen egy alkalommal, azt mondta, hogy többet, ez be van fejezve, hogy a bányába. A bányába. Az apám, ő konyhán dolgozott. Gyuszi, a bátyám, ő még bányába, és hát ugye helyette ment le a bányába, hogy 17 éves gyereket, hát csak kímélte volna. Ő a konyhán, hogy mondjam, ő nagyon jó szókincse volt néki, Lacikám, ő elég jó tudott németül is, úgyhogy ő boldog volt. Na és az első alkalommal, hogy lement a bányába, hát ez történt vele. Valami csille jött és elütötte, a bal lábát levágta, comtőbe néki. Hát valahogy értesítették Gyuszit, meg Hen Gyula bácsi, aki valamikor pék volt, az is kint volt, ő ment segíteni. Meg még a Féder Jóskáéknak az apjuk. A Féderer? Igen, az, hát valahogy akkor így mesélte Gyuszi, hogy elég messze, nagy hóba, egy kis szánkon húzták volna ilyen kórházba. De tehát menthetetlen volt. Ő ezt elmesélte, azt mondta, hogy akkor még, mert ez elég hamar történt, akkor még nem volt tömegsírok. Akik meghaltak és voltak kint hozzátartozók, az mind úgy próbálta, hogy mondja ő azt, hogy ezekkel az emberek csináltak deszkából ilyen koporsó valamit, és hát úgy temették el. Összesen ő mennyi ideig volt kint? Hát az 5 év volt, és ugye 49-ben jött, hosszú menetelés volt, mire odaértek, és az első időszakot bányába töltötte,
tulajdonképpen a túlélésnek is megvoltak a, hogy mondjam, borítékolódtak az esélyek, mert aki bányára volt ítélve, annak azért kisebb volt a túlélési esélye, és mondta, hogy tehát egy kegyetlen körülmények voltak a bányában, nagy volt a hideg, amikor ugye ott dolgoztak, ilyen filccel, meg jutával volt körbe csavarva a lábuk szára, vagy a bakancsuk, de azok általában átáztak. És mire ugye a lágerbe beértek, addigra ottan már csontá volt fagyva. És aki, hát én mondtam, hogy Jóska bátyámnak is talán a lába fagyott be, vagy le. Tehát a bányás, a bánya körülmények, ugye nyilván a nehéz fizikunk, a kevés kaja ott hatványozottan pusztított, megvette az áldozatait, vagy fáztak. Attól függetlenül, hogy nem közvetlen egy ilyen munka, mert nyilván ott is lehetett baleset, stb., de az igénybevétel az lényegesen nagyobb, volt, és a túlélési esélyt erősen lecsökkentette ez a óriási strapa. Ő ugye jó kőműves volt, itt a kőművesek akkor megtanultak mindent, tudott berakott sparhertet csinálni, tudott cserépkályhát csinálni, és hát ott erre nagy szükség volt. És amikor ezt ugye felfedezték, akkor őt hívták sok esetben ilyen kőműves munkára, és ott jutott hozzá olyan dolgokhoz, amihez más nem igen. Nem azért, hogy ezek, csak hogy érzékeljem, hogy mik voltak ezek a dolgok, mert az számtalan szó elhangzott, hogy óriási volt ott is a szegénység, és én nem akarok itt most nosztalgikus úrokat, hogy most az orosz emberek, meg a politika, meg a Sztálin. Egy biztos, ők is tudták, hogy azok az emberek is sanyargatva vannak, és rosszul élnek. És volt bennük emberség is, mert tudtak, akkor segítettek. Hát a fatér az elég késő, ugye 5 év múlva jött, hát akkor már jobb volt a Szovjetunióban is, nekik ottan, mit tudom én, répát ettek, akkor csalánt ettek, ettek csigát, meg mit tudom, az apám, ahogy elsorolta, olyan jó helyzetbe került, hogy először bányába volt, majd a bányából felkerült egy ilyen policár nevűnek dolgozott, az felkerült ilyen fatelepre. A fatelep egy erdő szélén volt, ahol csigát tudott szedni, és minden nap ilyen 5 literes, ilyen konzervos dobozba főzte a csigát. Így maradt életbe, és így tudott hazajönni, a fogságból azokon élt meg. Tehát az volt az élelem. Egy idősebb szovjet asszony adott neki egy tököt. Elfogadta. Közben aki ment a, ahogy kísérték a bányába ilyen puskás emberek, hát volt egy olyan 13-14 éves gyerek, aki földön húzta a fegyvert, és az úgy megvert, hogy nem tudott tovább menni, amire elvette a tököt, mert éhesek voltak. Tehát ez a történet. Tehát ilyet mondott többet, tehát az öreg ruszkik meg nők, azok jók voltak hozzájuk, hanem ezek a fiatalok, akit már a Sztalin gyerekeknek mondtak, hogy az nevelte, azok rosszak voltak. Azok, ha már nem úgy beszéltek, vagy nem úgy mentek, akkor azokat már megverték. Az Ekkerekben volt egy olyan szabadság utáni vágy, meg az, hogy talán megszületett már az a kisfiú, a kisfia, és ezért ők elindultak haza. Hát most gondold csak el, hogy az orosz fogságból elindulni gyalog. Hát az eleve egy életveszélyes dolog volt. De ők mégis elindultak hármasba. Ekker Pista, az öccse, apukám, és egy Széman nevezettű harmadik személy. És ez a szökési kísérlet, úgymond ez mennyire volt sikeres a számunkra? Hát ez a szökési kísérlet annyira volt sikertelen, hogy természetes, hogy elfogták. Ha visszagondolunk, bármilyen fogságból bárki szabadulni szeretne, aki azt fölfogja észre, hogy a kilométer távol, 100 kilométerek távolsága választ el oda, ahova én haza akarok jutni, akkor el sem indul, de nem tudhatjuk, hogy egy fogoly, aki már annyira sok megaláztatásban volt része,
emberi méltóságában megsértve, hát elindultak. Fiatal kis suhanc katonagyerekek nagy táras géppisztollyal fogták el, visszavitték a táborba, és elrettentő példaként agyba főbe verték őket. Most úgy menekültek meg, hogy valószínű, vagy egy gödör, vagy egy alaksor a táborba, ahova bekerültek, valaki észrevette őket, és így megközelítették őket, és onnan titokba kihozták. De akkor már olyan beteg volt az apukám, hogy tüdőgyulladást kapott, gyógyszer minden nélkül, élelem, víz, gyógyszer nélkül. Annak köszönheti az életét, hogy volt ott egy német szanitéc, aki felszúrt egy egyszerű dróttal. Fertőtlenítette, úgy, ahogy tudta, tűzbe, és azzal felszúrt a bordái között, és kifolyt onnan több liter mennyiségű ilyen gyulladásos váladék. És így menekült meg. Először apukám azt mondta, hogy olyan fájdalmaim vannak, ne csinálj velem semmit, nem bírom ki. De akkor azt mondta, hogy megmenekülsz, haza fogsz menni a családodhoz. Ezért így azt mondta, hogy jó, nem bánom. És valóban így menekült meg, de úgy, ahogy a fogság rányomja az emberekre a bélyeget, ugyanúgy az ő életére is rányomta. Összenőtt a mellhártya a tüdővel, és ebből egy örökös betegséget kapott, és végül a halálát is ez okozta. Apám szerencse is volt arra, hogy annyira lebetegedett, hogy már nem tudtak vele mit kezdeni, teljesen legyengült, majdnem meg is halt, hogy haza került. Úgy le volt gyengülve, de őtet egy évre hazaengedték. Őt hol dolgoztatták addig? Lent a bányában. Mondom, hogy a Pesti, ez a Hinterleiter Pál, a nevét úgy tudom még álmomban is tudnám mondani. Az meghalt mellette a bányában. Azt mondja, hogy rácsúszott a Csilla, azt meg is halt. Ő meg kiszedte az igazolványát, meg a papírjait, ugye hát csak egyszerűen volt ő is, meg őnál ez csak voltak iratok, azt úgy tudatta a feleségét. 3 év múlva egy karácsonyra anyám mondta neki, hát írjál már annak az asszonynak, mert ugye egymásnak elmesélték, hogy csak ez Pesti volt, ez a Hinterleiter Pál. Hát az meg úgy mondta, úgy mesélte, hogy ben volt az irodán, meg volt a névsor, az valami ruszki katona, ahogy lesepelte az asztalról valami, aztán leesett a földre, rá is taposott. Sáros volt neki a cipője, még sár rajta is van a névsoron, aztán ugye elfordult, vagy nem tudom, hogy félvett anyám, eltette az egészet. Ez a fegyvernek el voltak rajta. És akkor ezt a névsor meg is tudjuk majd nézni. Hát majd igen, meg majd, hogyha megtanálom, megkeresem majd, megvan az. Meg a zsebkendő is megvan. Egy ilyen kék-fehér zsebkendő. Semmit se tudtunk, 3 év, semmit se tudtunk, 7 hónapig semmit nem tudtunk. Sőt, mindig az volt, hogy na, ekkor jönnek hazafele. Kimentünk az állomásra, azért nincs. Kimentünk megint az állomásra kocsival, nincs. Kivegyük harmadjára, akkor jött Pista, meg ottán Lajos. Apám semmi se. Majd kimegyünk harmadjára, és akkor jött Józsi bácsi, az már mondta, hogy hát lehet, hogy apád is jön majd, azt mondja, de hát nem tudom, azt mondja, mert ezeket, akik olyan rosszabb állományban vannak, ezeket visszaküldik. Hát jó, visszaküldik, hát igen, elég az hozzá, hogy hát mikor az volt, hogy hát na, sor kerül rájuk, hogy hát jön, begyön a helyzet, hogy na, ennyit hoznak haza Magyarországra foglyokat, akik még életben voltak, de akik betegek, meg ilyen, azokat nem. Na, hát apám is ugye annyira le volt robbanva, hogy hát borradalmas. Hozta, hogy
a vonat állt, meg ilyen fél körbe volt az erdőbe. Ott ezért. És ahogy a Ruszki számolta, agyint várt, récsütörű piát, eltévesztette, megint újra számolta. Ott ahogy ő számolta, ő meg a bokorbú kimerészkedett, ott két ember, új hartyánrú, Kaldonekkel, meg feldobták a vagóra, mert nem tudott félmászni. A többi közé bevárták, azt ennyi volt az egész, így jött haza. Hogy emlékszik vissza itt Ádám bácsi arra a napra, amikor megérkezett az édesapja? Akkor Ádám bácsi hány éves volt? Hát még nem voltam már olyan kicsi, de nem voltam olyan mozeise, hogy 9 éves lehettem. Hát az a helyzet, hogy mikor megjött, ugye, még akkor nem is a Mikocsinkkal voltunk kint, hanem Tiszabőrű volt, Csortos Jani bácsi. Kint, az is szintén úgy jött, hogy emberek ír ki, de ott nem jött semmi, csak apám jött akkor. Pont egyenlő csak ő. Itt fegyver nekem, mikor megállta, ez leszállt ő. Hát ugye láttuk, hogy támolja minden. Anyám, mi fogta, hogy hirtelen minden csontvázat fogott volna meg, olyan sován volt. Az ugye már akkor 2 hétig Debrecenben javították őket. Még az volt, hogy fertőtlenítették, mert tetfesek voltak. Annyira el voltak ezélve, hogy nem volt az a tisztálkodási lehetőség, magyarán mondva nékik. Aztán, hát mikor megfogta, Úristen, hát ez borrasztó. Hát ez így, mindjárt is engedt anyám, mondom, mi van? Hát azt mondja, akkor azt mondja, egy fadarab apád. De ahogy is azt mondja, hát már 2 hétig azt mondja, ez Debrecenben azt mondja, már híztam is. Na. Akkor milyen lehetett akkor? Milyen lehetett akkor? És 46 kiló volt, vagy 5 kiló volt, akkor 6 kilót, 4 kilót felvett. Egy viszonylag magas, erős, korábban egy fél ember, 46 kiló. Nagyon sován volt, szegény. De akkor ő nekik csak így fokozatosan lehetett visszaszoktatni. Persze, hát ugye olyan ezésem volt, hát ott volt, ugye annak idején mondtam is valami meglapítva, hogy Kaldonekkernek a veje volt, jobban mondva, az öregnek, de kint volt az öreg is, meg kint volt a veje is. És mikor ugye hazajött felesége nagy lakomára, hogy csinált neki, mákos hajtottat, meg mindent, úgy alakult, hogy reggelre vége lett. Úgyhogy nem lehetett neki kérni, csak ilyen vékon kaját. Majd utána fokozatosan, utána már annyit tett apám is, hogy ha egy ezével előlöptettek volna, mind megette volna. Igen. Nem nézte volna, hogy te is éhes vagy, csak ő jól lakjon. És úgy éjjel kijártunk, vagy egy hétig is kocsival kimentünk az állomásra, vártuk, akkor jöttek a fogolyvonatok, a borzasztó volt. És akkor mindig kimentünk, mert mindig úgy éjjel 1 órakor jöttek a vonatok. Az a sok fogai kiabáltak le mindent, hogy ezt a nevet meg, azt a nevet ismerjük, és mondják meg, hogy jó vagyok. Jaj, de borzasztó volt, mikor szállt le fel a vonatról, mert kint voltunk. Mindig ketten összecsuklottunk, majdnem aláestünk a vonatnak. Azt nem lehet elfelejteni soha az életben. Épp, hogy elaludt, szólították, kötögették, nehezen tudták fölébreszteni, először el se akarta hinni, hogy mehet haza. Minden cuccukat elvettek, lefertőtlenítettek, másik ruhát kaptak, meg kaptak 20 forintot, úgy jöhettek haza. És Debrecenig hozták őket vonattal folyamatosan, utána egy másik vonattal szálltak át, de nem ment ez olyan simán, hanem ott is még 2-3 napot eltöltöttek, mire jöhettek fegyvernekre, és hát akkor is úgy volt, mint most, hogy örményesen volt az állomás, és egy tiszabai nővel jött együtt haza, akinek már volt családja, és lovaskocsival jöttek érte a férje, a gyerekei, a szülei, és úgy hozták el anyut is, és itt a Békeúton szállt le,
És hogyan tetszik visszaemlékezni arra a napra, amikor megérkezett az édesapja? Hát, kimentem a vasút. Ott a nyakába ugrottam. Nem ismert még. Azt mondta, kinek a fia vagy. Hát mondom a magáé. Így találkoztunk. Ez nehéz dolog volt akkor. És az volt a helyzet, hogy mire hazajött, akkor mi építettünk ilyen kapott területre, amit kiosztottak. És annak az épületnek a vájkait mindig vártam ki gyerekfejjel. És 5 évet volt távol az édesapja? 5 évet volt távol. 49 végén jöttek haza, még nagyobb tömegbe akkor éltek. Igen. És haza. Úgyhogy rossz emlékez nekem. És Erzsikenén édesapja mikor került haza? Apám egy évre hazaengedték. Ő volt, azt lehet mondani, a legelső között a hadifogoly, aki hazajött. Mert nem tudtak már vele, hogy se dolgod, le volt gyengülve, de volt olyan, hogy egyszer azt meséltem már kint, hogy elszökött, azt a ruszki gyerek, a 15 éves ruszki gyerek kiszökött a lágérból. El akart jönni haza, még akart szökni. Azt a 15 éves ruszki gyerek visszakísérte, és mikor ő visszaírt, őtet úgy összeverték, hogy ő 4 hónapig nem bírt a talpára állni, gömbölyű volt a talpa. Hát ő mesélte az ő szavait. A Sztálin gyerekek, ugye? Igen, úgy elverték. A 15 éves gyerek bekísérte a puskával vissza. Szökni akart haza, de nem tudott megszökni. Úgyhogy ő egy évre hazajött, hál' Istennek, hát még maradt. És a néma szíve hull a hófehez, fehér gyász lefel. Ez a halottá nyilvánítás, ez hogyan történt? Mikor tudták meg hivatalosan a család, hogy... Hát mi megtudtuk elég hamar, hogy jött egy nem fegyverneki, Cegléd Bercerre jött már akkor valaki onnan Oroszországból haza. És az üzent ide fegyvernekre, hogy ő nagyon sokat volt együtt a fegyvernekiekkel, de egy rossz hírt is kell neki mondani, hogy az a Engler nevű, aki a fiával van kint, az meghalt. Ez volt az első halálhíre. Ez egy ilyen papírcetli, ezt az állomáson dobták le. Valaki behozta anyunak, azon rajta van, hogy meghalt, Segesváron tették le holtan, még ez a Pálinger Otto. Igen, itt van egy pillanat, igen, egy Bauer Antal fegyvernek. Segesváron holtan tettük le hazafelé, 1947. január 2-a, jól látom. Közelebbi értesítést kaphat Puc Józseftől. Mennyire el lehet olvasni, hogy együtt dolgozott vele, szívére panaszkodott, aztán, hogy megfázott, és állítólag tán tüdőbetegséget állapítottak még nála. Hát hazafelé, hogy jöttek, ha jól tudom, Szegesváron, ott megfürdették őket hideg vízbe, és tüdőgyulladást kapott, és ezáltal elhalálozott. Volt vele dunántúli, akinek megadta a lakcímet, és azért anyunak, és anyu elment hozott, beszélt vele, és ezeket mondta el. És az édesapjánról addig tudtak-e valamit, esetleg levelet kaptak-e tőle, amit... Nem. Nem mondhatom, hogy annyira rossz körülmények közt voltunk, éhezni nem éheztünk soha. De azért az apa az nekem a mai napig hiányzik. Még ha úgy sokszor eszembe van, hogy hát ő is nem látta felnőni a gyerekeit, nem érhette még, hogy unokái legyenek. Azért ez olyan kegyetlenség a sorstól. Mert ha itthon van, azt valami más betegségbe hal, még ha itthon van eltemetve, az megint más.
az nagyon sokan már eltelt, lehet, hogy 4-5 év is, vagy 5. éve körül, akkor már nem tudtunk az apákról semmit, de sok másokról már nem tudtak. Ezek ugye, hát az apámat lefolytották, a másikat meg másképp végezték ki, vagy lefogyott annyira, hogy már szervezetileg nem bírt tovább írni, szóval meghalt. Na most ezeket közös sírba tették állítólag, meg biztos, hogy nem így. Igen. Már megúrtam a bújdósás. Tehát hazaérkezik valaki a semmire. Itt már azért egy kőműves dolgozott, meg állásban volt, meg gyarapodott valamit a háború után. Hazaérkezik a semmibe. Ott van földes szobája, földes a gang, nincs villanya, semmi. És akkor nagy nehezen el tud valahol helyezkedni, ahol aránytalan, alacsony a keresete. Hát hogy én nekem összefüggött ez a dolog azzal, hogy én egyáltalán elmehettem középiskolába, ez egy szerencsén, egy véletlenem múlott. Nem is gondolták, hogy én majd menjek tanulni. A középiskolai levelezés majdhogy nem kimerült abba, hogy elszámoltam mindig, hogy cipőfűző 20 fillér, meg 80 forintot kaptam egy hónapra, amikor ott voltam Szegeden, és annyira minden fillért a fogukhoz kellett várni, hogy egyáltalán a kollégiumi díjat, meg a zseppészt nekem tudják nélkülözni. Olyan állapot volt még 57-ben, érted? És azért mondom, hogy a véletlen, hogy oda jutottam egyáltalán, hogy jött egy körlevél, és akkor a Pál Sándor, pontosan fel is ismertük itt ezelőbb, ő szólt anyáméknak is, meg többünknek, és akkor öten mentünk el a építőipari technikumba. Én egyébként már le volt beszélve a Nagyferi bácsival, hogy a Bihari Jancsi volt a motorszerelő, ipari tanuló, inosa a Nagyferi bácsinak, és én majd őt váltom. Tessék már mesélni arról Erzsike néni, amiről már múltkor hallottam, amikor találkoztunk, hogy a családot hogy nyilvánították kulák, ez hogyan történt? Hát apámnak volt 25 holt földje. Ő végrendelés hátrahagyása nélkül halt meg. Anyámnak 2 holt földje volt. És akkor anyut tették kulák listára. Kulák listára, és akkor ugye meg volt a nagy beszolgáltatás, tehát hiába volt kiadva a föld bérbe, mire beadták a terményt, amit kellett, akkor már a bérlő nem tudott nekünk adni szinte semmit se. És akkor az adót kivetették, azt anyu fizetni nem tudta, eljöttek az adóba, lefoglalták a szekrényt, az ágyból kipakolták, az ágy nem ült a padlóra. És ezeket elvitték? Elvitték. Ágyat elvittek, szekrényt elvittek, éjjeli szekrényt elvittek. Volt egy ilyen fehér zománcos kályha, azt elvitték. Volt egy mázsa, ami 10 mázsáig mért, azt is elvitték. De aztán, hogy ezek hova lettek, azt... Sőt, mi több még olyan is volt, ide figyelj, hogy az anyáknak jelentkezni kellett a rendőrségen több éven keresztül, nem tudom már, 3-4 éven keresztül, több éven keresztül, minden vasárnap jelentkezni kellett, hogy megvannak, jó vannak, mi van, hogy van. Tehát még osztályidegény volt akkor az anyák, a család. Úgyhogy ezt érintettek velünk úgy elég sokáig, mert vagy 5-6 évig jelentkezni kellett. El lehet képzelni, hogy milyen kegyetlen volt az, mikor jött már, mert a rendőrségen is molesztálták. Hogy minden vasárnap fel kellett öltözni, készülni, jelentkezni. Pedig főzni kellett volna a szegény családnak. Az ottan, az belekerült
két-három óra szába, vagy egy fél napban. Jött aztán még a borzasztó dolog, amit nem lehet elfelejteni soha. Így szaka volt. Fél kettő a tópartról megkezdték a népeket szedni összefele, akik rajta voltak a listán, és apám neve is rajta volt, ugye apám már nem volt, misát nem tanálták, Bandi is oda volt már, akkor elvitték anyámat, meg elvitték Etánkat, Etanénit, és ők is oda voltak. És képzeljétek el, az egész világ előtt mondom, anyám terhes volt, 4 hónapos, mikor elvitték. Etával ide, a Szúriba, Miklós alá, a vasút mellé, mert mutatták mindig, mikor mentünk arra, hogy itt a Szúriba voltak ők, 4 hónap után engedték haza, úgy, hogy anyámnak a szülei bejártak Miklósra Szürkelóval, ők még a Gáttövibe laktak Balán. Ott volt valami parancsnokság Miklóson, és ott intézték el nagyapám, az a barna nagyapám, anyámnak a szülei, hogy anyám még hazajöjjenek. Anyám még itt a Szúriból. Igen, ezt hallottuk, hogy ez 45 tavaszán volt, igen, már elején, igen, ez újdonság igen. Volt nekünk, és ezt Erzsike nénitől hallottuk először. És el is vitték, tehát még anyámat éjszaka jöttek, mintha ma történt volna, úgy emlékszek rá vissza, mikor éjszaka a sok nép a kint az utcán, és 3 puskás bejött, és anyám nem tudta szerencsétlen, hogy engem is vigyen, mert volt még egy testvérem, Jóska. 2000-ben halt meg. És hogy minket is vigyen. Jóska 10 éves volt, én 6 éves voltam. Volt egy tehenünk, képzeljétek el. És borzasztó volt, mikor öltöztetett anyám, az egyik harisnyámat félhúzta, hogy visz engem is. Ugye nem tudtak, éjszaka volt, ott volt a sok nép. Közben még siettettek bennünket, poliszároknak hívták. Még arra is emlékszek azokat az őröket. És siettették, hogy hát siessen, öltöztessen, mert először azt mondta, hogy minket is elvisz. De aztán arra döntött, hogy csak itthon hagy, a szomszédokra, akik otthon, ugye azokat nem hurcolták el, a magyar ajkújakat. Ez anyám, én szüleimet is azért, mert német ajkújak voltak. Nagyanyám, apámnak az anyja német ajkú volt, Kaldenecker Erzsébet. És az véget, de nagyanyám betöltötte 60 évet, ő úgy elszökött, hogy ültet 3 napig nem is tanáltuk. Még arra, hogy mennyire emlékszek. Mikor ott feküdtünk a csutkaszáron, oda sütött a nap. 3 poliszár jött oda. Rátették a falra a füzetet. Fogta a ceruzát. És tudod, mit beszítek? Itt a fülembe van még mindig. Azt beszíték, hogy elárverezik a házunkat. Azt mondta az egyik policár, fegyver neki volt, a nevét is tudom, de még nem mondom, de biztos tudja mindenki, mert lelkiismeretileg utána nem tudom hány évre felakasztotta magát az az ember. Igen, erről hallottunk. Igen. Az az ember felakasztotta magát, és ez így is igaz. Azt mondta az az ember, hogy írjátok fel a listára, hogy el van a házok árverezve, mint gyerekek hallottuk. Úgy se jönnek már azok, soha többet vissza. Az, hogy miből éltünk, azt ma is kértség, hogy kérdés bennem, mert mondom, akkor 2 holdföldünk volt nagyapám, azt tudom, még a vasútállomáshoz is kiment kapálni 80 éves kor ellenére, és az ugye túl sokat nem hozott a házhoz, de a anyám meg ahova tudott napszámba járt, meg a rokonok összesegítettek, meg Kanadába kaptunk csomagot. Esetenként nem mi, általában rokonságosan szétosztották. Tehát ezért rokonság segített, igen, persze, igen. Nyilván. Tehát az egy máig is. Apámnak a testvéreit nem vitték el, onnan is kapott némi segítséget a család, ugye. Hát ezek valahogy túléltük. Vart magának, hát nem akarom, meg tudnám mutatni, hogy a szegénységet. Behozhatok egy darabot? Persze. Majd meglátok, nézd meg. Ezt anyám kötötte, hogy lehet ennyi varni valamin? Nézd meg. Ez a újja volt egy feternek. Hát igen, szimbolizálja azt a időszakot. Hát ez már azóta múlj kirághatta, gondolom, de nyilván nem, ez már valami azóta keletkezhetett. Csak ezen látszott, hogy élt abban
korszakban az emberek. Ezt ő síkötőgéppel kötötte, és akkor ennyire meg kellett becsülni, hogy egyáltalán venni alig tudtak valamit. Kérdezte, hogy egyszer megállt egy fekete autó ház előtt, nem tudtuk, hogy ki, és akkor egy ilyen ceglétbelceli öreg úr, meg a fia megérkeztek. Igen, tehát hogy a ceglétbelcelről eljött a... Hát egy intelligens ember volt a fia, és gondolom ő előtte akarta apámnak megköszönni ezt a jótéteményt, hogy nem árulta be, holott apám tudta, mert éjszaka álmába fölébredt, amikor az öreg a szekrényiből, gondolom kis éjjeli szekrényféle lehetett nekik az ágyuk mellett, és abból kivette ezt a magyarókrémet, mert éhezett, és ugye azzal akarta magát menteni. És hogy mennyire hálás volt, hogy ő, mit tudom én, 80 kilométerű ceglétbelszerű eljött, még ezt sok után is hálálkodni. Ez mikor volt, amikor megkereste a ceglétbelszerről? Hát ez a, én szerintem már a 60-as évek után. Tehát annyival később. Persze, persze, hát ez, akkor addig még nem is nagyon beszélhettek róla. Ez egy fém gyűrű, amit édesapám saját kezűleg készített fogságba, és állítólag egy nehezen kivehető négy levelű lóhere, hogy azt szerencsét hoz, hogy hazakerüljön, és amikor a fogságból hozott betegségével Szolnokon kórházba volt, akkor adta nekem, ez a 70-es években volt, mert mindig le akartam venni gyerekkoromban az ujjáról, és azt mondta, ha magától lejön, akkor neked adom, és én nekem ez a... Azóta én is a 70-es évektől állandóan hordom a kezemben ez az egy apai öröksége. Az esti tolfosztás, morzsolgatás közben az idősek meséltek. Hát az én apukám igaz történetet mesélt. Ezt mind elmesélte. Esténként az öcsémmel, nővéremmel, Pantyával, Lajossal morzsoltuk a kukoricát, és akkor ő megmesélt. Nem volt tévé, nem volt úgy rádió, hogy azzal szórakoztunk volna, kisgyerekek voltunk. Hát annyira megjegyeztük ezeket a dolgokat, és azt mondta, hogy elmesélem nektek, ne mondjátok el. Úgy általában barátoknak, barátnőknek nem meséljétek el, de ez olyan igaz történet, hogy nektek elmesélem, hogy tudjátok, hogy mi történt a fegyverneki németekkel. Szakó Mária, Szoltner Ádám, Hernádi Sándor, Bámer Márton, Bámer Margit, Bámer József, Bámer Béla, Mészáros Ferenc, Nagy Gusztáv, Nagy Rozália, Kunyi János, Herman Margit, Horváth József, Strégel József, Strégel Bálint, Strégel György, Földes Magdolna, Follát János, Follát Mátyás, Follát Anna, Tálas Pál, Pigler József, Engler Sándor, Engler József, Ecker István, Ecker József, Ecker Lajos, Ravasz József, Ifjú Brönstetter József, Zimmermann György, Csécsei Bertalan, Csécsei Margit, Donkó Péter, Donkó Mária, Donkó András, Kecső András, Kecső Ferenc, Müller József, Sauer Márton, Csénagy Sándor, Stallmayer József, Weller Mihály, Pult János, Hiller Erzsévet, Huncer Károly, Pécsi Margit, Gut Erzsévet, Cikk Károly, Bauer Antal, Bognár Erzsébet, Áj Mária, Dobler Miklós, Ifjú Ecsegi Márton, Áj Margit, Áj Magdolna, Tanner Katalin, Tanner Magdolna, Baunok Ferenc, Niszper István, Baunok Istvánné, Bugyi István, Huncer Ferenc, Cikk János, Erdei János, Hájer Gyula, Elbert Erzsébet, Engler Ferenc, Fejt Ádám, Széman József, Széma Józsefné, Zoltai Anna, Takács István, Ágy Gyula, Stallmayer József,
Engler Mária, Nagy Mátyás, Engler József, Dolinger Julianna, Dolinger Mária, Péter Mária, Ecker János, Elbert Ádám, Engler György, ifjú Engler György, Péter Sándorné, Gábor István, Gábor Erzsébet, ifjú Féderer József, Féderer István, Schulz János, Ecker Wendel, Cakó István, Cakó Margit, Huber Márton, Huber Katalin, Nyilas András, Katona Erzsébet, Róbert Kereszté, Hubai János, Engler Antal, Nagy Imre, Ecker Anna, Bámer Teréz, Bámer János, Sándor László, Löhem János, Paféri Béla, ifjú Bordás József, Sauer Lőrinc, ifjú MS Ferenc, Huber Józsefné, Szémon József, Szémon István, Szémon József, Weisz Ferenc, Bátori Irén, Kaszter Ferenc, Gút Ferenc, ifjú Gút Ferenc, Engler Sebestyén, Engler Sebestyénné, Stern György, Stern Györgyné, Pócik István, Stallmájer Sándor, Stallmájer Mihály, ifjú Bugyi István, Dobler József, Dobler Károly, Balogh Ferenc, Gyimesi Vendel, Bata István, Hein Gyula, ifjú Hein Gyula, Kis Jó Lajos, Fejt József, Brandstetter Anna, Stallmájer Ferenc, ifjú Dobler János, Kurz Terézia, Kuncer Mária, Kuncer Terézia, Hapek Ferenc, Stallmájer József, Szúnya Antal, Kubicek Anna, Kubicek János, Herman Antal, Kucz János, Kucz Margit, Zimmermann Katalin, Nagy Sándor, Engler János, Losonci József, Sautner Ilona, Sautner József, Buzsó Anna, Rézsó Pál, Mak Pál, Mak Anna, Fegyverneki János. Akiknek a segítsége nélkül nyilván nem jöhetett volna létre ez a film. A segítőkészségüket, és ugye így ennyi idő elmúltával, ugye hát már 72 éve történt ez a szörnyű esemény. Ennyi idő elmúltával is kamera mellé mertek állni, és beszéltek ezekről a szomorú és szörnyű dolgokról. A filmet egyébként papírformában, egy kiadványban is feldolgoztuk, akit érdekel, természetesen haza lehet belőle vinni. És hát nyilván zárszóként mi más tehetnék hozzá, hogy nagyon fontos, hogy kibeszéljük ezeket a dolgokat, és továbbadjuk a fiatalabb generációknak is, minél többen meg tudják, halljanak róla, és mi fegyvernekiek nagyon vigyázunk egymásra, hogy még egyszer a történelmünk során ilyen dolgok ne történjenek meg. Köszönöm szépen!
Az előadás után a fegyverneki Szent Vendel katolikus templomban szent misével emlékeztek a Szovjetunióba hurcolt civilekre, akik előtt tisztelegve mécses gyújtottak és megkoszorúzták az emlékükre állított emléktáblát.